Tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves hölgyek, urak! Kaptam egy hangos üzenetet valahonnan. Na, majd megnézzük mindjárt. Szóval, pillanat, megnézem. Jó, voicemail letudva, kérem, mire van szükségünk? Hát először is ugye hús, természetesen, amely lehet disznóhús, ebben az esetben tarja, mondjuk borda, és egyebek, comb, és lehet mondjuk csirkemell éppenséggel, vagy marhahús. A fűszerek millióféle megoldás lehetséges. Elsősorban, amit hát szoktak tanácsolni, mert állítunk ezen a nyavaján, minden igaz, akkor most így jó. Ugye mindig a zöld fűszerek az igaziak. Sőt, ezt is ide teszem. Ugye? De ha mondjuk nincs, akkor természetesen ugye használsz száraz fűszereket. Kiraktam ide, nem tudom, mennyire látszik. Várjál, leveszem a fejemről addig. Tehát a steak, majd aztán így elmagyarázom, hogy mikor, melyik esetben melyiket használjuk. Tehát a steak fűszerkeverék, ebben van só, ebbe is, és ebbe is. Tehát ezek a, ugye a gyors pácok, úgynevezett gyors pác, amikor ugye fél órával, órával a sütés előtt ugye befűszerezed a húst, ezekbe benne a só, és akkor azonnal ugye használod. Aztán itt vannak száraz fűszerek, ugye a paprika, oregano, bazsalikom, garlic, tehát fokhagyma, fehérbors, ugye a thyme, rosemary, mustárpor, aztán tovább megyünk, ugye itt a paprika, köménymag, bors, só. Hát folytatjuk tovább, ha már elkezdtem. Méz, mustár, a nedves spácoláshoz ugye használjunk zöldségolajakat, vagy pedig ugye kenolát, a repceolajat, barna cukor. Na most ezekből ugye itt a fantáziádra is hagyatkozhatsz, körülbelül mi az a ízvilág, amit szeretnél elérni, és hát én mutatok nektek most 2 száraz pácot és 2 nedves pácolást. Oké? Az első esetben ugye használom rosemaryt, ugye bazsalikomot, ebből hagyok is egy kicsit, oregánot, fokhagymát. Jó, ezeket én összevágom, nagyon apróra. Ez miután megvan, jól minden. Így ezt összet fogjuk keverni, illetve összekevertük. Oké, szóval a húst itt fogjuk kezelni. Hát először is, ugye, mennyi az 2, 4, 6, 8, 7, körülbelül 2, 4, 5, nagyjából, ugye itt van a fele. Igen, így jó. Itt elvágom. Jó, tehát ez lesz az első darab, amelyet ugye csak így, nagyon egyszerűen bedörzsölünk. Próbáljátok majd leírni, ha gondoljátok, és ki fogjátok ezt próbálni. Aminek én nagyon örülnék egyébként. Jó. Ok.
Oké. És egy darab maradt csak ki. Ami nem más, mint a barna cukor. Jó. Ez így meg is volna. Ez efele. Itt ugyanaz. Megcsináljuk. Na most a sót ugye nem tesszük bele most, hanem majd ugye a sütés előtt, ugyanis a só az kiszedi belőle, tehát kiszívja belőle a vizet. Ez az oka. Tehát nem sózzuk meg. És nem is használunk olyan fűszereket, ami sót tartalmaz ebben az esetben. Jó? Tehát ez volt az első változat. Tehát ebben az esetben ez ilyen jó fokhagymás lesz. Ugye lereszelem a fokhagyma urakat. Két jó ilyen húsos gerezdet. Oké. Ott az első lépés. Leleszelünk citrom héjat. Igen. Fekete bors. Tehát még mindig a száraz pácnál tartunk. Na most a száraz pác, ez gyakorlatilag, ugye itt mindkét esetben használj tengeri sót, ugye? Tehát most elvileg nem fogom megsózni, de most kell megsózni ezt is, meg amit ide is jövök, hogy mutassam, meg ezt is. Tehát most meg kell sózni mind a két felét, oké? Okay? De most én azért nem sózom csak meg, mert nem akarom ma megsütni. Majd holnap sütöm, és akkor előtte fogom megsózni. De ettől függetlenül ezt úgy hívom, hogy száraz pác. Ugye? A következő, tehát most vegyük úgy, hogy megsóztam. Ugye? Most ilyen hülye jön ki, mint amikor azt mondjuk, hogy a gyerekek mikor jártak. Mondjuk, hogy én vagyok ez, te vagy ez. Hopp, itt a bors lemaradt. Tehát kömény bors. Ugye? És szintén a kevés őrölt fekete bors. Ebben a változatban. Most jön az érdekes rész. Amikor is, ugye, ezzel a fokhagyma és citrom héj keverékkel végig megyünk, és jól betapasszuk. Érdekes, ugye? Érdekes megoldás. Jó, és akkor már is, ugye, rátesszük ide a tányérra. Maradékot pedig erre a felére szépen elosszuk. Jobban mondva bedörzsölgetjük. Alright? Na, hát szóval ez volt a úgynevezett kettő száraz pác. Oké? Okay. Tehát szintén citromhéj, fokhagyma, egy fél citrom leve, hop-hop-hop. Hát ez jó volt a kiejtésem, ugye? Mit szóltok hozzá? Következő. Méz. Hát egy ilyen darabra mondjuk egy kettő evőkanálnyit legalább. És ugyanannyi mustárt. Mind amennyi a méz. Ja. A Dijon mustár az jobb lett volna. Na most itt használunk
ugye egy kevés fekete borsot. És egy nagyon kevés fél evőkanálnyi piros paprikát. Oké? Okay. Sót szintén nem tettük bele. Tehát sót most sehova nem rakunk. Igen. Megtörtént az összekeverés. Már is. Ugye beletesszük a húsit. Tányér. És az egészet természetesen, ugye, eldolgozzuk rajta. Mind egy szemig, mind a cseppig, nem egy szemig. Oké. Okay. At least, tehát legkevesebb 24 óra. De ha kell, 48 óra is lehet. Oké? Okay. És végül a negyedik, azaz ugye a második nedvespác. Kukoricaolaj, napraforgóolaj, vagy repceolaj. Olivát ne használj, mert az be tud pangani, meg fene tudja, mi lesz vele. Jó? Nagyon egyszerű dolgunk van, fokhagyma, fekete bors, köménymag, ezt a kevés kis bazsalikomot, ugye? Hozzáteszem. Használhatnék szárazat is ilyenkor, ugye már száraz ott van, bazsalikom. Egy kevés mustár, úgy szintén, mint az előbb. Oké. Kis kanálnyi barna cukor szintén. Oké, gyerekek, és kész vagyunk. Ha gondolod, megszínezheted egy kis piros paprikával. Na most ugye láttátok, hogy itt gyakorlatilag úgy fűszerezel, ahogy akarsz. Én csak egy ötletet adtam. Most, hogy ezeket az összetételeket honnan vannak nekem ezek? Elárulom. Magyar szakácsoktól. Nem amerikai, ez mind magyar szakácsok, hentesek használták ezeket a pácolási módokat, és az ő tanácsaikat próbáltam nektek továbbadni. Tehát magyarul nem sózunk semmit. Tehát ez a olajos. Igen. Így. Hogy tetszett? Na most az itt bemutatott pácolásokon kívül, hát még millióféle pác létezik, amikor vöröshagymáson csinálod, bőrösborral, fehérborral. Ugye nagyon sokféle változat lehetséges. Egyes elemeket kihagysz, hozzáteszel, fűszer, kész fűszerkeverékeket használsz, ezben mondjuk van só,
ezt mondjuk akkor lehet javasolni, amikor például ez a eset van, ami mondtam, ebben van só. Tehát ha ezzel lefűszerezed, bedöngyölöd, akkor is várj egy óra hosszat, de azt azonnal süssed. Tehát a sóban ne álljon a hús ezek napokig. Én most só nélkül csináltam mindent, mert nincs szándékomban ma ezeket sem kisütni, mert van kaján készen. Holnap viszont igen, valószínű, hogy fogom mutatni mind a négy húsnak a kisütését. Köszönöm, hogy megnéztétek. Mondom, a fantáziád határtalan lehet. Kihagyhatsz, hozzátehetsz. Egy-két alapötletet próbáltam megmutatni. Nem túl megszokott dolgok. Véleményem szerint biztos nagyon jók. Van, amit már csináltam, van, amit nem. És még egyszer mutatom a száraz fűszereket. Tehát bazsalikom, garlic, fehérbors, ugye a thyme, azt hiszem az a kakukkfű, rosemary, mustárpor, készfűszerkeverék, olaszos, ilyen egyebek, smoky, kicsit füstös. Ugye a barbecue fűszer, barbecue pácban is meg lehet készíteni, barbecue szószos pácokban is, ugye, de hát az már egy külön kategória, az már egy amerikai megoldások, úgyhogy ez mind magyar, ez mondom, magyar szakácsok és magyar henteseknek az elképzeléseit, itt van, leírtam, úgyhogy nem a hasamra ütöttem, úgyhogy azokat próbáltam nektek itt megmutatni. Remélem, hogy sikerült. Sok sikert kívánok hozzá, próbálkozzatok. Megéri. Sziasztok! Jani bácsi voltam Floridából. Bye-bye! Utóirat. Majdnem kihagytam. Az egyik legfontosabb dolog. Ugye? Amikor is természetesen ezt légmentesen, ha lehet. Ó, gyerekek, hát ez kesztyűbe, hát ez egy kész idegbaj. Egy kis szarakodás is így a végére, igaz? Miért ne? Tehát, ami a lényeg, hogy ezt ugye amennyire lehet, ugye becsomagolod ilyen fóliajóskába, hogy ugye minél kevesebb legyen az a felület, illetve nem hogy kevesebb legyen, hanem egyáltalán ne legyen felület, ami érintkezik a levegővel. Tehát lefóliázni mindet. Alright? Majdnem lemaradt. Oké? Okay? Bye!